Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel! A mai vlog videónkban kompaktorozásról lesz egy kis videó. Ugye a traktor az a szokásos T7260, a kompaktorunk pedig egy Lemken, nem tudom milyen kompaktor, én csak kompaktornak hívom. Na, ide bevágom a pontos nevét, ha megtalálom, mert ez ilyen kompaktort még nem is láttam. Szerintem itt nincs is senkinek a környéken, bár aztán ki tudja, és nekem a véleményem. Ugye van hozzá kettő olajkörünk. Egyik olajkör ugye ömelteti magát az egész munkaeszköz föl, illetve le, illetve van egy összecsukás és szétnyitás. Tehát ez a kettő olajkörünk van. Van egy kis talpunk, amivel le tudjuk ugye fogni. Nem tudom, villany van rajta. Egyéb mást így nem igen tudok róla. Annyit még elmondanak róla, hogy lássátok, hogy van rajta első szekcióban van egy kis henger rajta. Utána következik kettő sor kapa, ilyen fecskefarkas kapa. Majd utána kezdődik megint szintén ugyanaz a henger sor, mint elől van. Ugye ezek ilyen hantörők, vagy nem is tudom hogyan hívják, illetve van egy simító részünk, amit nem szokok használni, mert állandóan összetúrna a földet, legalábbis én próbáltam, úgyhogy nem valami hú de jó, illetve van egy záró hengersorunk, és lényegében ennyi. Ugye itten látszik a helyen voltak ilyen kaparók rajta, vagy mit én tudjam mi, de azt nem kaptunk hozzá, mert ez ugye használtan lett ez a eszköz. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi róla. Ugye már egy, majdnem azt lehet mondani, már egy hete kompaktorozok, úgyhogy még van körülbelül egy ilyen, ez a föld olyan 10 hektár körülbelül, most van meg bele talán 3,5, vagy nem is tudom hogyan, de be is szállunk, meg is nézzük, hogy hogyan áll a dolog. Remélem a kameraszok jó lesz, ha nem, akkor így jártunk. Igen, 3,9 hektárnál vagyunk jelen pillanatban. Ugye adunk neki egy motorfordulatot, illetve első kerémek húzás be van kapcsolva. Úgyhogy itt ezzel a kis gombocskával lerakjuk az elejét. Illetve a mellette lévő gombokkal pedig a hátulját lerakom. Ugye úgy van beállítva, vagyis hát úgy van beállítva, igazság szerint ezzel emeljük és süllyesztjük a hátsó hidraulikakarokat, illetve ezek a négy funkció pedig a olajköröket tudunk állítani. Itten a olajköröknél van a beosztó, és itten mutassa, hogy a föl és le az a fekete olajkörön van, tehát a 4-es olajkörön van. Már most nem tudom miért, 1-es nem működik valamiért, és ezért megcseréltem a dolgokat. Úgyhogy, és hogyha rákattintunk arra, hogy egyéni, akkor ittán tudjuk szerkeszteni, hogy hányos olajkört szeretnénk. Ugye most nekünk a 4-es olajkör van a felső, illetve az alsóba. Tehát ezen a joystick karon lényegében kettő olajkör tudunk rátenni lényegében. Úgyhogy ennyi. Valaki írt. Na szóval ugye letesszük ezzel a hátulját. Én nekem másodpercre van megadva. Ha jól tudom, akkor már is mondom, hogy mennyi másodpercre van megadva. Valahol itten van. Ha időzítő. Időzítő, ugye? Ugye 4 másodperc az, hogy leteszi magát az egész eszközt, mert oda kell 4 másodperc, mivel helyába kicsi a pumpa, ugye kell, hogy fölömálja még a kerekeket, mert ugye akkor húznám a földön a kerekeket, és ilyen csíkos lenne. Illetve 3 másodpercet állítottam be magára a felemelésre. Úgyhogy ennyi. Üzemanyag fogyasztásunk, jaj, közben itt nem kéne kormányozni. Üzemanyag fogyasztásunk az 3,84 liter per hektár, bár itten eléggé nehéz a föld, ahogyan lássuk, vagyis nem az, hogy szó szerint nehéz a föld, hanem eléggé belésüllyed a kompaktor. Úgyhogy van mit csinálni a traktornak.
terhelésünk, a motor terhelés az 58%, 57%, szóval nincs annyira agyon terhelve maga a gép. Ugye a munkasebességünk az 11 km per óra jelen pillanatban. Ugye 12-es munkasebességen húzzuk a eszközt. Motorfordulatunk az 1780. Nem tudom, mondjuk miért adtam neki ennyit, de szerintem lényegtelen. Hűtővíz az 82. Nem tudom, csúszás 2%, tehát nem kapar, de az látszik is a motorterhelésen. Mit lehetne még úgy elmondani? A hidraulika szárak, azok úszóba vannak téve, maga a szárak, ugye meg lehet cserélni. Van egy ilyen szeg, vagy ki, hogy a híja, még bolsznynak hívjuk. Van, úgy mondom, hogy van egy bolszni, aminek van két oldala, és nem viszítesen hagytam, hanem függőlegesen. Úgyhogy így tud járni. Úgyhogy ennyi. De azt majd lehet, hogy bevágok egy képet, nem ígérem, előbb elfelejtettem ki megmutatni, de lehet, hogy láttátok is, aki nagyjából képbe van a dolgokkal. Mit érdemes még úgy gyorsban elmondani? Talán más itt nincs is. Ugye kiérünk a föld végére, ezzel a gombbal majd mindjárt fogom mutatni. Ezzel a kis gombbal itten tudjuk váltani a 1-es, illetve a 2-es motorfordulatot. A 2-es motorfordulatra van állítva, inkább megállok. A 2-es motorfordulatra van állítva ilyen 1400-os, vagy mennyi ez? Humman az a... 1333-as fordulat van állítva, hogy azt arra használom, amikor megtérek a föld végén. Ugye már én nem gázzal megyek, gázpedállal, hanem ez a kettő, ez azért van lényegében ez a motor. Vagy hogy elmondják ezt? Fordulatszámot megtartsa, vagy mi az Isten. És ugye van itt ez a kis gombunk, az, hogyha megnyomom, akkor vált a 1-es, illetve a 2-es között. Tehát most fogunk menni az egyenesébe, akkor nyomok egy gombot, hogy ezt neki, és fölteszi 1760-1780-ra a fordulatot, majd először leteszem a elejét ezzel a gombbal, leteszi elejét, majd a hátulját ezzel a mellette lévővel, és már így lenn is van maga az eszköz. Közben a kuplungot fölengedjük tisztára. Nagyjából úgy próbálom meg tartani, hogy ne is igen menjek rá, meg ne is hagyjak el valami csíkot. Nagyjából a sárvédőnek ott a sarka, pont a túlsó sarka, az megy lényegében, amit már lecsináltam föld, ami már készen van. Ottan nézem körülbelül a saroknál. Bár jó lenne egy kis automata kormányzás, de hát most az nincs. Reméljük majd a következő traktorban majd lesz. Ha meg nem, akkor meg így jártunk. Lássátok, amúgy nem csinál valami rossz munkát, de ez a kompaktortól nem vagyok nagyon elájulva. Van egy bednáros, vagy nem bednáros, hanem még stromos kompaktor. Robival föltettük azt a videót, úgyhogy aki akarja, az nézze meg. Sőt, nézzétek meg, már szerintem igen jó lett. Bár egy kicsike pluszer lett benne, hogy ugye friss a GoPro, egyéb ilyen cuccok, úgyhogy nem kapcsoltam be rajta a szélzajszűrést, és azért hallatszani ezt a kurva szélzajt. Hát kicsikét elbasztam, már nem így terveztem, de hát most ez van. Úgyhogy most csinálgassuk, tényleg ez a... Most van még 3,5 hektár, tehát még azt lehet mondani, hogy ilyen 6,5, olyan 8,5 hektáron még van a mai nap megcsinálni, aztán ha minden igaz, akkor végeztünk. Most van 3,5, szóval jó lenne belétaposni, de ennél nagyobb sebességet nem tudok neki rakni a 12-nél, mert akkor csoportot vált. És eléggé putáz a váltó, ahhoz képest, hogy csoportot vált. Olyan nagyot passz rajta, hopp, nem kéne káromkodni, hogy az kár is.
úgyhogy inkább maradok ennél a 11 vagy 12, és húzom például majdnem 12 km per óra, ahol húzom, az amúgy bőven elég magának a kompaktornak is. Ugye kukorica alá csináljuk a maga agyat. Ugye betésről nem hiszem, hogy lesz videó, mert már máma, ha minden igaz, akkor befejezik a vetést, és nem tudok jelen pillanatban ottan olyan személyt, aki szívesen fölvenné a kamerát. Én most nem nagyon voltam a vetésnél, úgyhogy talán voltam két nap, de az is csak úgy volt, hogy ilyen gyorsba mentem oda, úgyhogy nem tudtam videózni, már föl se volt töltve a kamera semmi. Úgyhogy vetésről ne várjatok videót, mert szerintem nem lesz, bár sose tudni, de szerintem nem lesz. Úgyhogy most itt nagyba dolgozgatok magamnak. Ennyi lett volna a videó, nem akarok nagyon hosszú videót, mert úgyse nézi meg senki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, sziasztok!